Várjál, de mit mondjak, kérlek szépen, tisztelettel? Bármit. Akármit. Hát így, szegény ember mindjárt. Kijutottunk az erdőbe például. Kijutottunk az erdőbe. Nagy nehézségek Igen, nagy ára. nehézségek árán jutottunk ki az erdőbe, ugye friss jogosítványa rendelkező hölgyeket elvezetett minket ide. Egyszer-kétszer majdnem karamboloztunk, a benzin is majdnem kifagyott. De aztán elmentünk. Ja igen, elmentünk tankolni, basszátok. És rosszul álltunk be, mert a másik oldalt volt a nyílás. És meg kellett fordulni. De utána minden megoldódott természetesen. Tényleg itt vagyunk, ebben a gyönyörűséges erdőben, nézzetek körül. Mutassuk meg a közönségnek. Hát valami füstöt érzékelek. Tehát valószínű már valakinek sikerült fölgyújtani. Vezessen minket. Az erdőnek egy bizonyos részét vagy pontját. Itt láthat egy gyönyörűséges, hát nem is tudom, a bogrács és szalonna sütésére alkalmas talán valamennyire a helyszín, de ez egy jól megégett sörös doboz is. Igen, szimpatikus. A facölökökre le lehet ülni, tehát igazán kényelmes itt a helyszín. kényelmes itt a helyszín. Futó emberek is voltak itt az előbb, bár a sport nem az erősségem, mert mondom őszintén, hogy inkább a cigaretta és a sörje a vezeték, az jobban táplálja a szellemi és fizikai energiát, amit fel tudok szabadítani. Úgyhogy különböző sétányok vannak még itt erre, kérem szépen, nézzünk hogyha körül. Láthatjuk, ott van egy gyönyörű pad, fából készült pad, ugye? Mert hát mégis erdőben vagyunk, miből másból készülne, hát nem lehet mégis csak ilyen vaspadot ide intézni. Itt van egy gyönyörű sétány szintén, magam előtt. Nektek jobbra, most már szembe. És hát itt vagyunk a kereszteződésben. Erdei kereszteződés. Ugye három út is kapcsolódik össze, ez itt egy... Nem tudom mi. De. A lényeg az, hogy arrafele lehet eljutni. Fogalmam sincs, hogy hova, de nem is érdekes. Hát kurvára mindegy, hogy hova lehet arra eljutni. Itt velem szemben szintén van egy út, ami talán szintén el lehet oda jutni, mondjuk azon az úton. Majd egyszer megvizsgáljuk, hogy mit tudunk kitalálni. Például ezért olyat lehetne fölvenni, hogy kiugrasz egy fa mögül, egy állatmódon, meg ilyen. Mi ez? A kis gyerekeket is. Mit csinál? Meggyilkoljuk a gyerekeket. Jó. Ez friss fusi. Hajde jó. No. De jó lesz. Valami. Gyertek csak ide. Gyere ide, a finom hús. Már az ember húsért annyira nem rajongom, megmondom őszintén. De az ilyen friss, hát itt láthatók az egyedek, a prédák. Úgyhogy mondjam, itt lehet itt vadászni finomságokkal. Milyen segge volt, figyelj! Azt lettem, te állat! Nagyon érzéses lett, nagyon finom ízlet. Nos, na, tovább. Haladjunk tovább. Azt mondja, hogy... Kérem szépen. Vannak különböző virágok is. Legalábbis itt már, mint hogyha valami bimbó. Lelinde. Szegény gyerek nem éri el. Most a gyerek éppen megkóstolta az egyik virágot, de már elszaladt. Kóstoljuk meg mi is. Hát, ha finom volt. Nézzük, ez milyen virág. Ez valami fa, de nincs ennek illata. Az íze olyan, mint egy virágnak.
Nem a legmegfelelőbb, ezt nem ajánlom senkinek. Ez nem. Ez nem. Azt mondja, hogy... Ez jó kép lesz. Igen? Igen, ott a sötét gonosz ért, hogy mögöttem éppen megy le a nap. Nagyon finom. Ez egy gyönyörű szemetes koka. Tehát már láttátok előbb, hogy milyen szép itt az erdő, meg fapad, minden virág, lófasz, picsafüstel. Na. Arra még kurva jó helyek vannak. Igen? Akár mehetünk tovább is. Arra vannak kurva jó helyek. Menjünk tovább. Szedjük össze a lányzót. Szedjük össze a motyót. Ez a kamerának a lányzója, mi? Az állványa? Uh-huh. Ez egy óriásnak a faszáról való védekezési eszköz, úgynevezett óvszer, amit ugye, hát egy óriásnak a fasza valamivel nagyobb, mint az enyém. Tehát ezt ugye itt van egy ilyen bré. Képzeljétek el egy ilyet. Tényleg, ez egy jó ötlet. Körülbelül így néz ki az óriás fasza. Képzeljétek el, valami ilyesmi. Várj, a másik oldalról, és akkor egy kabát mögül. Ez igazából nem tudom, hogy ez milyen funkciója van ennek. Lehet, hogy ezzel is rá lehet segíteni. Ráhúzza, vagy valami ilyesmi. Nem? A gyerekeknek ennyi. Szóval ezt itt... Ez tényleg, ez egy abszolút nagyon, nagyon fasz a kis óvszer óriásoknak. És... Igen, hát... Itt van a nyom. Tehát valaki fordítva használta, és még így a rászáradt geci ott maradt az óriás ondó. De hogy is különböző kis fröcskölések vannak még rajta. Na mindegy, szóval ez is hozzátartozik a felszereléshez. Elmegyünk most és keresünk egy óriást, akinek a faszára föl tudjuk hozni ezt a hatalmas gubit. Az érdekes lesz. Hát, ha találunk itt még a különböző vérfarkasok, vámpírok, boszorkányok társaságában. Biztos vannak itt ilyen óriások is. Óriás vadmókus, emberevű mókusok is vannak állítólag. Nekem a varaskos nyúl az abszolút kedvencem egyébként. Az is elég vad. Ha neked meglátod, neked rohan rögtön föl kell ugrani a fára. Ugyanúgy, ahogy a disznónál. A varacskos nyúl, ilyen kiálló üzéről, hát nagyon szörnyen néz ki. Szörnyen néz ki. Tényleg. Szóval... Baj. Mi lesz? Összejárunk itt az erdőben. Jó, föl az emelkedőn, bazd meg ez a halálát. Tüdőm az már nem bírja. Meg is könnyeztem, nézd meg! Látta? A kurva is te megbaszol. Szóval nem sok bagó, tudod meg minden. Mit eszembe, rá kéne gyújtani? Mit eszembe, rá kéne gyújtani? Tényleg? Gyönyörű szép elemeket lehet látni, sörös doboz, a gyerekjáték, ásványi, siógyümölcs, narancshéjak, meg ilyen hülyeségek, meg az emberek milyen baromságot tudnak fogyasztani, valami hihetetlen. Na, és itt van egy terület, ami gyönyörű szép. Faszával föltúrta. Faszával föltúrta. Az igen, basszátok meg. Ez nem normális. Puszi a hasára, művész úr. Ja, a kő.
Hát ez egy állat. Ja, buzis. Nyugodtan. Fantasztikus, kérem. Zseniális. Menjünk tovább? Na nézzük meg, mi van. Javaslom, gyújtsunk rá. Még mindig nem gyújtottunk rá. El is fáradtam ebben a sporttevékenységben. Nincs hozzászokva a szervezetem az ilyen megerőltető fizikai sportokhoz. Úgyhogy kicsit fulladok is. Itt van valami táblajelzés, kérem szépen. Hoppa, cigaretta. Ez most ilyen buzis cigaretta lesz, mert ilyen slim. Tudod, ilyen izű. Ugye a nők szokták így színűleg a köcsögök cigarettát így. Hát ez buzis, bazdmeg. Nem is nagyon bírom a köcsögöket. Itt van tűz. Vagy van. Hopp. Azaz. Köszönöm szépen. Na. Valahol kéne táborozni, nem? Keresünk valami táborhelyszínt. Hát elindulunk erre itt az óriások erdejébe. Már megint. És keresünk valami táborozási lehetőséget. Megpróbálunk valamire vadászni. Vadharci mókusokat keresünk. Az emberei mókusokat. Jaj. Dombok, völgyek, hegyek, lófasz. Ja. Igen, ezt azt a túrázásra nem tudom találták ki vele. A kurva életbe. Na. Egyébként nagyon szép ez az erdő. Szeretem a természetet. Kellemes, friss a levegő. Hát, ez a sok fa. Zöld. Bár most még nincsen a fáknak koronájuk, úgyhogy még bármi kell egy pár minutot. De ez ilyen ilyen, ez a holisztikus. Abszolút. Abszolút értékben. De igazi horrorzt azt nem tudunk most mutatni, mert nincs nálam kés. Sem fejsze. Se gerebje. Azzal lehet igazán jó mészárolni. Gerebjét bele a hasába. És utána elhúzni. Főszántod vele a gyomrát, a rohadék. Pedig jó lett volna gyilkolni. Ilyen környezetben az emberből kijön a vadállat. És ez a gyilkolási kényszer. Lemészárolni az áldozatot a picsába, bazd meg. Senki nem találja itt meg. Beúztad oda az erdőbe, a faszodra ráhúzod egy kis izét. Levelet. Levelet kéket, fagolyokat. Kis avart, vagy valamit. Senki nem találja meg. Csak egy idő múlva, amikor már kezd bűzleni. Már oszlásnak indul. Ugye? Eddig jó lenne valakit kinyírni, az meg. Nagyon ilyen, akkor egy kicsit elborul az agyam. Ezt a három gyereket kellett volna elkapni, mondtam. Csak ott volt az anyjuk. Azt sem mond. Ezt is le lehet mészárolni. Pillanatok alatt.
egy keresztetés. Mi van? Menjünk el. Ez hegyet akarsz mászni. Közbe léptek, bazd meg. Eltérítettek minket az útvonaltól. Szevasz, te! Van egy mászás. Eltévedtünk. Meghalunk. Megdöglünk. Várjál, nem tudjuk, hogy hol vagyunk, bakta. Most már megint kezd besötétedni. Megint eltévedtünk a kurva életbe. A büdös fasz lesz most, bazd meg. És már megy az a kurva nap is. Megint meg fog minket találni, bazd meg. Ahogy lemegy a nap, és rögtön. És még mindig nem jutottunk ki ebből a kibaszott erdőből, bazd meg. Merre, most mondd meg, merre faszomba menjünk, bazd meg. Nem tudom. Elsírjál, bazd meg, miért? És elég idegesek vagyunk mindannyian. Valami nyomot kell hagyni, tudjuk, hogy merre mentünk, nem? Igaz. Ne sírjál, bazd meg, hát csak rosszabb leszek. Meghalunk. Fogunk meghalni. Hagyd már ezt a hülyeséget, a szóval levelem. Menjünk arra, bazd meg, nem... Jó Isten. Tudom, hogy merre kéne menni ebből a kibaszott erdőből. Mit meghalunk? Tapasd. Ja. Meghalunk. Már legalább tudni fogjuk, hogy merre jöttünk. Nem követ minket? Nem tudom. És elkapott engem is egy ilyen érzés, mint hogyha... Azt meg... El fog minket kapni. Biztos, hogy hallod ezt? De meg itt van, bazd meg! Jaj! Te jó Isten! Mögöttünk van! Hát ott sétál. Ott jön, bazd meg. Húva életben. Fogd be! Jaj, van, kicsit ezt. Ruhadék meg, Isten. Hol lehet? Ne jelzgessék azt, ez csak egy papok. Valahol itt van pedig. Így szemből fog támadni, bazd meg, vagy... Nem látod sehol? Nem. Biztos elrejtőzött. Rohadék. Rohadék.
Nem tudom. Arra nem menjünk. Vissza, merre jöttünk. Menjünk el arra lefelé. Menjünk el lefelé. Itt van, megint van, ahol a rohadék. Nem látod? Miért nem látod? Nem látom sehol. Miért nem lát? Az egy dolog, hogy én nem látom. De hogy egy szemüveg van, miért nem látod? Nem látom, hogy a kurva sűrű ez az erdő, bazd. Hallod? Hallottad ezt? Hallod, futoszkál. Csss! Maradjatok csak! Ez lehet, hogy ő lesz. Hol? Honnan néztem? Nem látom. Isten húzza bele a faszát. Nem látom, baszta. Meg fogunk dögni, baszta. Úristen, megy le a nap. Te jó Isten. Megy le az a kurva nap is. Hogy az óriás húzza bele a kékeres faszát. Köszönjük idő előtt! Kibaszott fiatalom megdögleni, bassz meg! Na jó, szedjük össze magunkat! Szedjük össze magunkat! És menjünk tovább! Na jó! Fújjuk ki magunkat. Lehet, hogy most pattant el egy ér az agyamba. Ne csináld! Szükségem van rá! Te geci! Nem bajd, akit vigyázottál. Köszönöm szépen. Lesz rám ki a fasz, vigyázz! A kamera mindent vesz, majd ő figyel. Sokra vagyok segítsen, ez nagy kibaszott kamera. Kibaszott kamerát, és mi a fasznak hoztam el, csak nyűjjünk már! Már megint, hallottad? Valaki motoszkál? Valamit hallok. Valamit megint hallok. Menjünk a faszba, induljunk meg! Innen. Menjünk, mielőtt ránk talál. A rohadt csáfa. Vigyázz! Menjünk balra! Menjünk balra! Úgy, ahogy mondod. Meg a sok betűgeci horgászos.
fogják a dögöt halkani. Ami a kezettokhoz elértünk. Már van életlen. Úristen! Ez vajon melyik óriás csinált? Ki döntötte fel? Jézusom. Ez egy jel. Ez egy jel. Úristen. Most ki lesz velünk? Nem tudom. Megint ennél kurva tónál vagyok, bazik. Már jártunk legalább négy. Ja. Fasz meg. Ez mi volt? Milyen szar volt ez? Mi volt? Hát tudom, de majdnem megállt a szívem. Kezd is görcsölni. Nehogy most dögölj meg. Hallod? Hát inkább megdögvedék kis szív rohamba, bazd meg, mint hogy ez a rohadék kapjon el minket. De tényleg görcső, bazd meg. A kurva élet! Hova le kell ülni, basz meg! Mindjárt találunk egy jó helyet. Basz meg! Kezd homályosodni a kép, basz meg! Nem látok rendesen. Kerülj szemüvegbe. Lehet, hogy azt kéne. Köszönöm a másik szemüveg, bassz meg. Itt jöjjünk le? Leüljünk? Üljünk le. Már kezdek jobban lenni. Az jó. Akkor mi van életben? Jézusom. Keressük meg a kocsit. Menjünk, keressük meg. Menjünk. Most már jó vagyok. Menjünk innen a picsába, bazd meg! Úristen! Ott volt? Hát... Én tudom, már nem látok olyan jól, bazd meg. Nem fogunk, bassz meg, nézd már meg! Megdöklünk! Nem, de nem fogja. Nem fogunk megdöklenni. Igen, érted, bassz meg! Meghalunk! Nem halunk meg! Nem fogunk meghalni. Az ő lesz. Azért vigyázz! Legalább valami vicces is van itt a sok drága. Majd a rohadék belelép majd. Ló szarba vele! Lehet, hogy bele fog rabatni a szarba. És nem fog tudni. Nem fogunk megdögleni. Túléljük. Nem fogjuk élni. Csak óvatos. Vigyázz, nehogy belelépj egy medve csapdába. Csak mit szeret? Te milyen vagy, bazd? Majdnem szívre van.
Bocsáss meg! Milyen helyre hoztam? Ja, te vagy a imány! Te vagy a imány, és te szemét láda! Te utolsó! Te ócska, te rohadsz! Nem bocsa! Nem bocsa, négy! Te fűhorgász! Te rohadítok! Csak óvatos vagy! Ha lehet kérni! Rákvédelős nuctájunk! Az erdei harcosok! Az erdei! Az erdei! A vér. Úristen. Arra azok a kicsi pöttörök. A vér. Erdei harcosok. Fene vannak. Igazi vadállatok. Keressük meg a... Keressük meg a Vernát. Inkább menjünk arra. Megyünk. Merre menjünk? Inkább arra. Inkább a kis véregző mocskok felé megy. Elmegyünk. Benne vagy? Nyakig benne. Meg fogunk dögleni benne. Rohadjak meg. Te mit csinálsz? Erdei harcosok. Megbasszom az anyámat, így baszd meg! Ja, hoppá, nem kéne. Most egy kicsit kultúráltabban. Jó gyerek, a kultúrát tesznek tűzzel. Igen, ez egy kamera. Követ minket? Ez egy kamera. Ahogy a fiatal ember megállapította, ez egy kibaszott kamera. És ott az autó, megvan, megtaláltuk az autót. Megtaláltuk. Ott jön. Megtaláltuk. Ott jön. Ott jön. És ez zoomolj. Hogy kell? Látok semmit. Ott jön a feketébe. Kurva élet. Hol van? Ott van. Ott van. El fog kapni minket. Menjünk. 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 Utálj. Jaj! Úristen! Jézusom! Megtagyunk! Ott az autó! Ott van! Ott az autó! Menjünk! Menjünk! Vagy beszólok! Megtaláltuk az autót!